Gyerekek, csomó mindenkinek. Engem is elért ez a Facebook őrület. Én nem is tudom, tudjátok, ez a újítás. Ez a izé. Azért újítottuk meg, mert hogy valaki rákattintson a reklámokra. Eddig senki nem kattintott rá reklámokra. Jaj Istenem. Direkt azért rakták át minden fontos dolgot a jobb oldalra, de tényleg ez így van. Ez annyira, na mindegy, jó van. Cím alapján gondolom, rájöttetek, hogy ez konyha videó. Ha mennem, akkor főleg, hogy most kajárok, reggelizek. Nem találtam semmi normális dolgot, úgyhogy most leszek ilyen jó reggelt kezdtem, kólával. A legjobb döntés. Aztán megyünk kirándulni, jöttök velem. A jó idő lesz. Bános olyan 10-11 fokot írt. Hát én nem tudom. Fogalmam sincs, hogy miért. Ha mindegy. A mai napszínű hőmérsékletnek 19 fok lesz. Este meg egy fok. Szóval. Szóval ezért. Hát igen. Én mindig nem vittem ki a papontot. Nem is fogom, nem. Jó, már tele van személy. Az igen. Ez egy nap is meg. Úgyhogy olyan, ha minden igaz, akkor várhatok egy ilyen kirándulós videót megint. Mint múltkor, ugye, hogy széles, mi volt a címe? Széles vászonnal a Péligetben, vagy valami ilyesmi volt, nem? Az azt jelenti, hogy ebben az izében, az új kamerában, az ugye a Vérligetben. Főtengés van, gyerekek! Na. El van ütőzve. Főre trappa. A függöny. Megint, na ugye leszakítottam. Az egészet. Szétesett az egész rendszer. Ennyit csináltam. Leesett az egész. Hát igen, nekem űrlény kezem van. Hát igen, az így van. Úgyhogy. Finom kóla. Van még kettő ilyen kapszulám. Vigyázzatok, mely élesztő van nálam. Feléleszt. Ebbe fogok menni a Vérligetbe, ha esik az eső. Ez meg a kardom. Van egy csomó ilyen cuccomba. Azt a... Egy literes kólás pohár. Az igen.
sebeim. Mármint be kell kennem különvilág krémmel megint. Nem bírok már hozzám, mert megint leesik az a cuccomból, hiszen más faszhatok. Szóval ezt föltöltöm, és aztán megnézem, meglátom, milyen idő lesz. Ha jó idő lesz, akkor nem megyek fél létre. Csak azt nem tudom, hogy csak Full HD-ba kéne ott vennem. Csak az az egy baj, mondom, hogy hát nem tudom. Várjátok egy kicsit. Köszönöm még egy kis csapvizet. Mert van még amolyan, csak az már ilyen citromos cucc. Na. Azt mondta. Ilyen lapokra szoktam vezetni a programot. Programjaimat. Fél napig gyűjtegetem a ötleteket, meg a terveket, meg a poénokat, meg a rizet. És akkor fölírom ilyen kis szetlikre. Utána kiválasztok egy-kettőt belőle, amit aznap el is csinálok a videóba. Szóval fel van írva egyébként, hogy miből mennyi videóm van, miből van hiány ilyenek. Például ez most konyha videóból volt hiány, ugye? Meg a kirándulásból, az én legyek most kirándulni. Vlogból van annyi, mint az állat. Meg igazából ez a konyha videó is valamilyen szinten vlog. Szóval érted, csak én ezt így kitaláltam, mi lenne, ha lenne külön vlog, meg lenne külön ki konyha. Mindegy. Igazából ugyanaz a kettő, csak meg van szabva, hogy itt csak a konyhába lehetek. Az kész. Meg hajálni kell valamit, vagy valamit csinálni kell olyat közben, ami a konyhához tartozik. Na mindegy, nem számít. A lényeg a lényeg. Mert egy kicsit halk lesz a hangom, mert halkan beszélek. Szóval elkezdem akkor újra. Vlog téma. Amit áthúztam, és aztán aláírtam, hogy konyha videó téma. Az mi? Táskában van ezért? Fönt a tizediken az erkélyen. Iskolatáska van rajta a gyerekem. Azt ott van a tizediken az erkélyen. Vagy ertőernyő van rajta, hogy mi a szar ki, akkor ez ugrani vagy. Ott meg valami daru van. Építik a házat. Várjál már, tényleg valamit ott építel. Valami darú. Építik a házat. 10 emeletesből most már 17 emelet lesz. Na, szóval. Az van, hogy ugye vlog témát áthúztam konyha videó témának. És odaírtam, hogy FB. Változásos cucc bejelentése, hogy engem is elért most már, tehát nekem is megváltozott. Aztán mit írtam még oda? Ja, akkor kiránduláshoz írtam ezt a Sony Vegas-os témát. De ott nem fogok erről beszélni, ma nyilván kirándulás, akkor kirándulás téma legyen már valami. Szóval akkor most elmondom a Sony Vegas-t, hogy az van, pont erről beszéltem az elébb is, hogy Full HD-ba. Most jó, a kirándulás nyilván Full HD-ba kell, hogy vegyem. Csak az a gáz, hogy ugye Sony Vegas-ba.
másik pohár. Szóval, hogy a Sony meg az most az a baj, hogy én most agyfasz kaptam tegnap is. Itt a konyha videó, emlékeztek rá, aki látta. Tegnapi konyha videó, ez a Magyarországos valami című féleség. Mindegy, aki nem jött rá, hogy mi az a cím, hogy Magyarország, az pont azért az a cím, hogy Magyarország, mert Magyarország, arra szóltam, mert nem is tudom, mi volt már egyébként. Mindegy, a lényeg a lényeg. Azt a 20 perces videót ide föl is írtam. 2 óra 45 percet csinálta. Azt hittem, hogy agyfasz kapom. És csak HD-ba. Most gondold el, a full HD-ba lett volna, akkor dupláját csinálta volna, tehát akkor 4 óra 45 percet csinálta volna, vagy mi? Én nem is értem az egészet, úgyhogy nem mindegy, vagy mindegy, épp pont azt mondta, nem mindegy, jól mondtam. Szóval, hogy úgyis mondják, akkor kirendulni, nyilván full HD-ba kell csinálnom az egészet, csak az a gáz, hogy mondom, hogy na mindegy, azért most ezt a videót mondjuk föltöltöm így, hogy van, az kész, nem fogok rajta semmit szerkeszteni, semmit töltnem kell, mint ez így jó, és akkor így nem kell így át kommentálni, meg semmit nem kell összerakodni, 30 perc alatt fölmegy, ezt csókolom. Ezt akkor ki lehet bírni, mert akkor úgy gondoltam, hogy én minden nap akkor egy videómat Sony Vegas-olom, tehát akkor naponta 3 óra hosszát várnom kell, csak azért, hogy a Sony Vegas megcsit. De lájja. Többi videómat mind csak úgy annék, hogy föltötöm, mert izé, mert sokban van az időpénz. Úgyhogy annyi lesz, mondom, hogy akkor kimegyek kivérdégedbe megint. Most úgy látom, hogy jó az idő, hála jó Istennek. És akkor tényleg mi ez a darú volt a túloldal? Tényleg építik a 10 emeletes 17 év vagy mi? Na mindegy, full HD-ba fogok akkor, ha minden igaz, venni mindent, aztán szépen hazajövök, aztán berakom a Sony Vegasba, nyilván nem kell nagyon sokat rajta se szerkeszteni, csak annyit, hogy sűrűn fogom kikapcsolni a kamerát, ennyi, és akkor mondjuk 5 videóból fogok összerakni egy teljes vértúrás valamit, mondjuk. Meg egy-két dolgot még ott csiszolgatni, meg fényezni, meg ezért. Ennyi lesz igazából a szerkesztés, semmi különös cucc, és akkor ezért majd 3 óra hosszát kell várnom, vagy ki tudja, hogy mennyit, ha full HD-ó veszem, mindegy. Ezt én már nem is tudom megenni. Egyébként azt gondolod te, hogy reggelire ez semmi, 4 ilyen izé van egy csomagban. És akkor mindenki azt gondolja, hogy hagyjad már, most hát nem lesz low, nem laksz jól. Ha tudod, mennyire nem laksz jól, annyira, hogy 3-ot ettem, és már olyan, úgy érzem, mintha megettem volna a 2 csirkét. Nyilván ittam kólát is, meg vizet is, meg kólát is, meg vizet is, meg kólát is, meg vizet is. Szóval az még jobban, mert ez egyébként tele van gabonával. És a gabona, na megint egy kis biológia óra, és a gabona ugye a víz hatására megduzzad. Beszívja a sok vizet, megduzzad. Na, mint a takarmány növénye. És akkor így ízé. Azért kell rá sok vizet inni. Ha nem iszol rá vizet, akkor a szervezetből veszi el a vizet, és akkor azért, hogy megduzzadjon, vagy mi van? Nem tudom. Szóval az a lényeg, hogy vizés. Mondjad már mi. Hogy hívják ezt? Tápláló. Tápláló ez a cucc. 4 van egy csomagban. 3-at alig tudtam megenni. 4-et nem tudom megenni. De megittem alatta 1 liter vizet. Meg 3 deci kólát. Igen, mert ez fél liter. Meg amaból ittam egy olyan fél litert, akkor az meg tényleg 1 liter víz, meg egy 3 deci kólát ittam meg. 3 ilyen cucchoz. Na jó van. Akkor a... Eltértem? Basszus. Szóval a... SB megvolt,
telefonos videó majd, ha úgy alakul, meg ugye a kirándulás videó. Csó. Csöcs. Csó. Mi van? Csó mindenkinek.